Pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Bízom benne, hogy mindannyian kényelembe helyezték magukat, és akkor most következik Herskovics Eszterrel, a 168 óra vezető szerkesztőjével a lapszemle. Tiszteljük meg a vendéget, kezdjük a 168 órával. Szia, Eszter! Szia! Mit tettetek le az asztalra a héten? Itt látok egy nagyon érdekes interjút El Simon Lászlóval, a Figyelőről. Tessék, adom a kezedbe, és mondd. Igen, meg is keresem. Lampi Ágnes kolléganőmnek az interjújáról beszélünk, és igen, itt van. És ugye Lampi Ágért már pont arról beszéltünk, hogy lassan egy brendet alakít ki azzal, hogy egy ilyen nagyon erősen ellentartásos pikírt, és nagyon, de egy nagyon felkészült és alapos stílusú interjút. Nekünk is a héten volt egy nagyon érdekes, ugyanilyen pikírt interjúnk El Simonnal, aki megdöbbentő. Képzeld el, volt egy kedves néző, aki e-mailt írt, és azt mondta, hogy amikor meglátta a képernyőn, illetve meghallotta El Simonnak a hangját, azt mondta, hogy na ebből elég, és már odébb akart kapcsolni. De valami azt súgta, hogy na marad még pár másodpercet, és utána elájult, hogy mégis milyen jó fej El Simon. El Simonnal hát egy agárdi múzeumról beszéltünk, és El Simonról nagyon sok, a Gárdonyi Múzeumról nagyon sok legenda van, Barackmagtól kezdve a bortermelésig, a megmondom, elalszok, a világon minden, és kiderült a néző számára, hogy ez egy állati jó fej. Tehát amikor lelkesedik valamiért, ahogy a miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter Lázár János, akivel éppen nekem úgy tűnik, hogy most nem annyira szeretik egymást, azt mondta, hogy El Simon neki esik valaminek, az egy bulldozer. Ugyan nem sikerült neki most megmenteni a könyves szakmát, úgy tűnik, hogy ott a hát igen, ez egy egyébként kicsit összetettebb dolog, hogy kérdés, hogy... Van erről szó az interjúban? Nem, erről nincsen szó az interjúban. Milyen steril interjú ez? Na halljuk akkor, mi mindenről van még szó. Tehát dicsérted Ágnest, hogy... Igen, ő tényleg ő egy ilyen... Miről nagyon... kérdezte az Ági az El Simont? Hát alapvetően a Figyelőről egyébként. És mit mond a Figyelőről? A Figyelő azt, amit Schmidt Mária vásárolt igen, meg. Igen, pontosan. És hát itt ugye ez is a kérdés, hogy miért pont Schmidt Máriához kerülhetett, ugye ő ajánlotta a legkevesebb pénzt. Hogy van ez, hogy szép lassan ugye ezek alapvetően szakmai és lapok mi közel ehhez El Simonnak? Hát ő is ott van ugye a szerkesztőbizottságban. De már nincs szerkesztőbizottság, a szerkesztőbizottság, vagyis, hát volt, a szerkesztőbizottság igen, feladata volt megtalálni igen, a főszerkesztőt, igen, de ez úgy látszik rajta ragadt, hogy ő ott van, hát mert ott nincs. Hát rajta ragadt, attól még azért tud beszélni erről a dologról, és beszél is. Na nézzük, hogy mit tett az asztalunkra a 168 óra a héten. Igen, itt a oktatásról is van szó, ugye arról most beszéltünk, most például a felső oktatásról, de hát ugye sajnos ezek örökzöldek. Ezek örökzöldek, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos, hiszen... Nézzük, hogy a külpolitikában mit sikerült a héten betenni, ha bár külpolitikai témákban itt lesz mindjárt velünk Balázs Péter, a volt külügyminiszter. Igen, úgyhogy beszélünk Amerikáról. Igen, Amerikáról Rédei Judit kolléganő, és hát ugye a részvényárakról van szó. A meglepetéseket okozó. Igen. Igen, hát tulajdonképpen itt is hasonlóról van szó, hogy SNS Zoltán tábornok beszél háború esélyeiről. Hát ez egy ilyen, inkább egy ilyen katonai... Milyen jelen... háború? Hát itt a 168 óra valami helyi háborút hoz nekünk a hétvégére? Mi lesz itt? Melyik háborút? Hát igazából itt abból indul ki az jönnek egész interjú, hogy ezek a bizonyos orosz hacker kibertámadások mennyiben indíthatnak igen, el feszült. Hát az is egy háború, igen, ugye azért szó van itt Krímről is, tehát ezeket a feszültségeket elemzi végső soron. Oké, akkor nézzünk valamit, mert már tegnap is 168 óráztunk, csak megadtuk neked a tiszteletet, hogy te is találtál még valamit, ami nagyon fontos? Hát az Enyedi Ildikót mindenképpen kiemelném, igen, mert hát ugye most
most kapta meg az aranymedvét, és sikerült vele. Ez nagyon érdekes, hogy ő másképp gondolkozik, rendező, filmrendező, ő másképp gondolkodik a világról, mint az össztársadalom, de mégis azt az alázatot, ahogy beszélt a film alapról, és megköszönte. Tehát ez nagyon izgalmas, és tulajdonképpen ez a demokratikus magyar felépítésnek az egyik csúcsa, hogy lehet mindenkit szídni, de azért a film alap úgy dönt és odaadja, és annak adja, és tudták azt, hogy ő nem egy népnemzeti, nem egy radikális, hanem egy liberális, baloldali beállítottságú. Igen, hát ezt lehet így is lefordítani, hogy demokratikus. Jó, te fordíts le így. Én úgy fordítom le, hogy azért az valahol egy alap, hogy van egy film alap, vannak művészek, akik befizetik az adójukat, tehát ők teljesítik az állampolgári kötelességüket, és az állam meg támogatja a művészetet. És hát szerintem azért ez egy ilyen 27 évvel a rendszerváltás után, hogy valahol egy ilyen alap lenne. De hogyha megnézed, én is örülök neki, hogy így van, de az nagyon szomorú, hogy ennek örülnék. Tegnap azt mondta Lázár János, így ránézett a kérdező újságíróra, aki eléggé jobboldali beállítottságú, és azt mondta, hogy érdekes. Ő szeretne valami nemzetit látni, de nem tudtak az elmúlt 8 évben semmi nemzeti. Korábban ugye volt Bánkbán, volt Széchenyi, és nem tudtak. Hát egy kicsit sarkosabban fogalmazott, azért azt láttam ezt a nyilatkozatát, tehát nem pont így mondta, hogy érdekes. Hát de reggel lájtosan kell fogalmazni. Meg hát azért látjuk azt, hogy... Nincs olyan film, nem készült olyan film. Azok, akik így gondolkoznak, nem éltek a lehetőséggel. Hát például nem értek a lehetőséggel, és másrésztről meg azért látjuk azt, hogy a Fidesz részéről milyen már támadások vannak Enyedi Ildikó ellen, amiért... Én azért nem mondanám, hogy a Fidesz valakik ellen, akik off the record fideszesek, de hát ez még nem a közös Fidesz határozat, hogy ellene kell lenni. Hát lehet, hogy nincs még ilyen határozat, persze nem is lesz, nyilván azért az már az a szinten, szerintem büszkének kell lenni egy berlini medvére. Igen, én is pont ezt szeretném mondani, hogy büszkének kell lenni egy berlini medvére, és az alkotónak meg, aki egy művészember, és aki komplexen látja a világot, meg igenis van ahhoz mindenféle joga hogy lássa, hogy milyen aggasztó. Van, aki ezt vitatja, én úgy veszem észre. Egyébként itt is nagyon szépen megfogalmaz az utolsó kérdésben, pont a közéletünkről beszél, és nagyon szépen megfogalmaz, nem támad, hanem azt mondja, hogy ő sajnálja, hogy nem tudtunk élni mi magyarok a rendszerváltás lehetőségével, és hogy ő nagyon örül annak, hogy vannak jobboldali barátai, de valóban ma a politika, és nyilván az árokásás több oldalról megindult, persze, de hát, hogy ma a politika azért ketté választ családokat, barátokat, és hogy ezek nagyon-nagyon szomorú folyamatok. Ő ezt mondta, ezeket nagyon szépen és nagyon elegánsan fogalmazta meg, tehát, hogy őt azért támadni, hogy nem pont úgy fogalmazza, hogy az elő lenne írva, azért ez egy kicsit... Na, itt azért még nem tartunk, hogy elő legyen írva. Kedves nézőim, eddig tartott a lapszemlénk, később folytatjuk, most jön a híradó, tartsanak továbbra is velünk, és a híradó után itt lesz Balázs Péter, volt külügyminiszter, EU biztos, vele meg fogjuk beszélni, hogy mi minden történik a nagyvilágban, és hogy hol is tartunk tulajdonképpen. Akkor most jön a híradó.